prócsú prókam csinálok, abból kávéznak alláj. Dalolva gerebjéznek a civilek Almárban, 12 éve járnak ide minden tavasszal takarítani. Azt mondják, látszik az eredménye. Egyre többen jönnek ide kirándulni, és egyre kevesebb a szemét. Igaz az a mondás, hogy ahol nincsen szemét, oda nem pakolják le a szemetet, tehát kimondottan a csúdítók körül van, de egyébként bent az erdőben már nem nagyon találunk szemetet. Mondjuk ez tényleg köszönhető annak is, hogy évről évre kesztyűvel, zsákkal felszerelkezve az aljnövézet közül minden szemetet, üveget, zacskókat összeszedtünk. 10 civil szervezet, 5 intézmény tagjai, közel 50 ember dolgozott a Pálos Kolostor romjainál hétvégén. Két középiskolából is érkeztek közösségi munkát végző diákok. Az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport minden évben részt vesz a környék rendbetételében. Ők vágták ki az elszáradt, veszélyessé vált fákat. Ez a mi területünk itt, tehát ez Eger és környéke. Szeretjük, ha itt rendben van. Ráadásul mi minden este ilyenkor kijövünk nyársalni, meg évközben is többször előfordulunk itt, és akkor is rendet rakunk. Gerebjéztek, szemetet szedtek, ritkították az aljnövényzetet, előkerült a fűkasza és a hagyományos kasza is. 20 éve egy bácsi tanított engem, a férjem ő nem tud, őt nem tudta megtanítani, engem tanított meg. Elmagyarázta, hogy hogy kell fogni, meg mennyire kell lemenni a kaszának, mert először csak a hegyét vágtam le. De most már tudok. Az Egri Dobó István Vadásztársaság évek óta dolgozik itt. Most meglepték a kint dolgozó önkénteseket ebéddel is. Egy vadásznak a természet szeretet és a természet védelme ápolása az kötelessége. Néhány évvel ezelőtt jöttünk először erre a területre, és örömmel ajánlottuk fel akkor is, hogy a résztvevőknek főzünk egy finom gulyást, ha lehet vadból. Először a szemetet szedték össze, aztán kivágták a szárazfát, ritkították a bozótot, nagyon megnőtt a fű, azt is levágták, leszedték az indákat. A civil kerekasztal szabadidős szekciója és a Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület 2005-ben takarított először Almárban. Később pihenőparkot, nyársaló helyet alakítottak itt ki. A Pálos Kolostor romjait a 70-es években tárták föl, majd dokumentálás után visszatemették.